A gyűjtemény értékes, régi és védett dokumentumait engedéllyel itt láthatják a kutatók. A Berzsenyi Dániel könyvtár régi nyomtatványainak túlnyomó többsége jogelődjei állományából származik. Az utóbbi években több dokumentumot sikerült egyéni és pályázati támogatással restauráltatni. Irodalom és könyvtörténeti értéket képviselnek a könyvtár gyűjteményében található első kiadások és dedikált kötetek. Nyilván egy olvasó, egy kutató mit vár el a könyvtártól? Bibliográfiákkal. Ennek nagy hagyományai vannak a Berzsenyi könyvtárban. Tulajdonképpen 46 éve folyamatosan jelenik meg a Vas megye bibliográfia, kezdetben írott, természetesen ma már a modern kor elvárásainak megfelelően online változatban. Azon túl alkalmi bibliográfiai kiadványok jelennek meg, a legutóbbi Batthyány Lajos miniszterelnök tevékenységét mutatja be, és van egy nagy sorozata, a Vasi életrajzi bibliográfia. A másik kör a tudományos szervező tevékenysége a könyvtárnak. Erre egy nagyszerű sorozatot jelentettek meg a Tudós Tanárok. Címmel ma már a harmadik köteténél tart ez a kiadvány, de a tudomásom szerint már a negyedik és a ötödik kötetek is előkészületben vannak. Az első három kiadványban 22 tudós tanár tevékenységét mutatja be 16 szerző. Ez önmagában is mutatja, hogy a könyvtár tevékenysége az nem egyszerűen a hely és a kutatási feltételeknek a biztosítása, hanem valóban a legnemesebb értelemben vett tudományos szervezői munkát is jelenti. A harmadik, bár nem sorozatként jelenik meg, de nyugodtan nevezhetjük egyfajta sorozatnak, ez az emlékezet köte. Ezeknek a sajátossága az, hogy azokról az emberekre kíván fókuszálni, akik a helyi kultúra alakításában az elmúlt két évszázad során fontos szerepet játszottak, egyesek országos hírnévre tettek szert, míg mások tulajdonképpen lokális szereplőivé váltak. Ezeket általában egy tudományos tanácskozás előzi meg, és ezeknek a tudományos tanácskozásoknak az anyagait teszik közzé. A Szavari Enzia gyűjtemény a történelmi és a mai Vas megye földrajzát, történetét, gazdaságát és kultúráját bemutató dokumentumokat foglal magába. Mit talál itt a kutató? Számos régi és nem annyira régi könyvet, sajtóterméket, az 1960-as évektől az úgynevezett apró nyomtatványokat, képeslapot, film- és videófölvételt, plakátokat, műsorfüzeteket, CD-k sokaságát és a könyvtárosok segítőkészségét. A kutató meglepődve fedezheti föl, hogy például a Vas megyei lapok mennyi ismeretterjesztő írást közölt az első évtizedekben nevelésről, iskolákról, kertészetről, irodalomról és helytörténetről. Az 50-es évektől bőségesen már a, főleg a könyvkínálat, de itt vannak a statisztikák, képeskönyvek, városi, megyei könyvek sorozata, intézmény és gazdaságtörténet. Szóval hihetetlen gazdag tárházát kínálja ez a gyűjtemény az érdeklődőknek. Az emberek hétköznapjai, pirosbetűs hétköznapjainak történetét is. Nem hiszem, hogy egyetlen kutató is a Szavária gyűjteménye nélkül bárki is feldolgozhatná. A segítséget, a témát, vagy a témákat jól ismerő könyvtárosok szívesen megadják részint megrendelt irodalom formájában, részint pedig kollegiális jó szándék. A távolról is elérhető Vasi digitális könyvtár a megye történetével foglalkozó a 19. század végén és a 20. század elején megjelent köteteket, illetve összefoglaló művek vonatkozó részeit mutatja be. Az adatokat a legfontosabb irodalom bibliográfiája egészíti ki. A vasi települések bemutatását képeslapok, térképek, valamint a kötődő személyiségek életrajzi adatai gazdagítják. A községeket bemutató digitális archívumok a kistérségi társulások anyagi hozzájárulásával készülnek, és az adott település történetét, természeti és néprajzi értékeit mutatják be, tartalmazzák a vonatkozó legfontosabb sajtó- és képanyagot. A zenemű és médiatárban válogathatnak a látogatók a széles választékot kínáló, könnyű és komoly zenei CD gyűjteményből.
az értékes kotta gyűjteményből szívesen kölcsönöznek a város élénk zenei életének szereplői. Az érdeklődők a részleg munkatársainak szervezésében számos zenei rendezvényen vehettek részt. Fiatal tehetségek számára a könyvtár örömmel biztosít bemutatkozási lehetőséget. Értékes és szórakoztató filmek, ismeretterjesztő összeállítások alkotják a DVD kínálatot. A gyűjtemény munkatársai a könyvtár esélyegyenlőségi programjának szervezői. Kapcsolatban állnak a fogyatékkal élők érdekképviseleti szervezeteivel, fogadják a látogatókat, segédeszközöket, katalógust, vezetőt állítanak össze a gyengénlátók a hangos könyvek lejátszásához, kölcsönvehetik a szükséges eszközöket is. Felolvasó programmal ellátott számítógép használatát oktatják és segítik. A házhoz kötött idős és betegigénylők számára házi kölcsönzést végeznek. Gondos és körültekintő segítséget kapnak a fizikai és szociális hátránnyal élők, a gyermekkorúaktól a legidősebb korosztályig, nem csak a zeneműtárban, de valamennyi részlegben. Egy éve zajlik a Berzsenyi Dániel könyvtár gyermek részlege, és az iskolánk, intézményünk, illetve a püspöki elemi iskola között egy integrációs program, azt szeretné megvalósítani, hogy a fogyatékkal élő gyermekek és a normál értelmi képességű gyermekek együtt tudjanak szabadidős programokat tartani, együtt tudjanak játszani, együtt tudjanak különböző foglalkozásokon részt venni. A Berzsenyi Dániel könyvtár 1952 óta lát el megyei szerepkört. A 80-as, 90-es években a korábbi hálózati hagyományokon újjáépített szakmai együttműködés a szolgáltató megyei könyvtár szerepét erősíti. Rendszer szemléletű együttműködést, szaktudásfejlesztést kínál a megye könyvtárainak. A kistérségi központokkal, valamint a megye más nyilvános könyvtáraival egyeztetett stratégiára épülő munkamegosztásban dolgozik. Most, hogy kistérségi társulásba működik a könyvtár, ez csak előnyire vált az ellátottságunknak, hiszen folyamatosan kapunk frissen megjelent szakirodalmat, lexikonokat, nyelvkönyveket, gyerekeknek szóló meséskönyveket, DVD-ket. A könyvtár kistérségi szakmai napokra is meghív bennünket. Épp most szombaton volt egy ilyen kistérségi szakmai nap, ahol a könyvtár életét mutatták be, és mi véleményünket is megkérdezték, hogy mit szeretnénk. Ebben az évben, a 2007-2008-as tanévben a könyvtár egy lehetőséget biztosított nekünk. Kérhettünk mesefoglalkozásokat, amit mi nagy örömmel vettünk. Délutánonként a könyvtárból jönnek a kolléganők, és a gyerekeknek foglalkozásokat tartanak. Mondhatom, hogy a gyerekek ezt nagyon-nagyon szívesen veszik, várják. Sokszor kérdezik, hogy mikor lesz megint a meseláda, mert mesékkel ismerkednek meg, totókat töltenek ki, puzzlét raknak ki, és a mese elhangzása után valamelyik kedves mesefigurát elkészítik. Tudást, élményt, találkozást kínál a Berzsenyi Dániel könyvtár.